mielőtt megismertem Jézust, egy depressziós, örökké öngyilkossági hajlammal küszködő, öngyilkosságon gondolkodó, káromkodó, cigarettázó ember voltam. De amikor megismertem Jézust, azt az örömet szabadította fel bennem, ami mindenkiben ott van, csak hagynia kell, hogy felszabadítsa Isten. Ez csak akkor tudja, ha közel engedjük az életünkhöz. Ha beengedjük az életünkbe, megengedjük, hogy belépjen az életünkbe. Amikor megnyitjuk az ajtót, azt mondja, hogy bemegyek és vele vacsorázok. Tehát Jézus akkor tudja ezt az örömet felszabadítani, hogy mindenkibe belehelyezett, amikor megszülettünk, hogyha beengedjük őt, és hagyjuk, hogy ő ezt felpiszkálja. És ez elkezd égni és lobogni, és ez egy hatalmas tűzzel tud lobogni. Ez az öröm nem a szerepkedvéért szól, hanem mindenkiben ott van az az öröm, hogy Jézus él bennem. Ezt nem lehet elmondani, ezt érezni kell. A szerelmet hiába bizonygatja az ember, hogy fú, de jó, de hát ha tudnád, hogy mit érzek, ezt érezni kell. Ahhoz, hogy érezhessük, pedig el kell fogadni megváltónak. Oké, az utolsó dalunk jön. Címe: a szeretet erős. Jézus az út, az igazság és az élet, ő maga a szeretet. És ő egy hatalmas és erős Isten. Yeah.
Minden dicsőség legyen Jézus Krisztusé! Szépen, hogy eljöttek, és hogy megtiszteltek a jelenlétükkel, és nyugodtan maradjanak, még fogyasszanak, és ha valaki esetleg szeretné támogatni az alapítványunkat, akkor megkérem Nórikát, hogy a kosarat vigye körbe, és ha valaki esetleg szeretne minket támogatni, az most megteheti. Köszönjük szépen, és maradjanak még nyugodtan.